Gyülekeznek a viharfelegek James Gunn és Peter Safran feje felett, pedig még egyetlen filmet sem tettek le az asztalra a DCU-ból. Feltárjuk, miért lehet már most bajban a DC bemutatkozás előtt álló új filmes univerzuma. Nem lennénk James Gunn helyében. Hiába ő az egyik legkreatívabb filmes szuperhős fronton, hiába szállította le nemrég a Marvel Studios utóbbi éveinek egyik legjobban fogadott filmjét, és hiába kiáltották ki a Warner DC Kevin Feige-jának, az író-rendező feje felett már most gyűlnek a viharfelhők, pedig még egyetlen képkockát sem láttunk az általa felvezetett DCU-ból. Javarészt nem ő tehet erről, de azért ő is okolható. Videónkban fejtjük ki, hogy miért gondoljuk ezt. A DCU-nak mennie kell. Élt 10 esztendőt, 10 hullámhegyekkel és völgyekkel, de leginkább zavarral teli évet. A Black Adam, a Shazam 2 és a Flash a villámanyagi bukása egyértelműsítette a döntést, hogy ennek az univerzumnak le kell húzni a rolót. És a bukta miatt a streaming és a VOD jelentőségének megnövekedése vagy a szuperhős filmek iránti kereslet csökkenése sem okolható, hisz míg a felsorolt filmek rendre elbuktak, addig a Pókverzumon átra vagy a már említett a Galaxis őrzői 3-ra szép tömött sorokban mennek az emberek. Máshol kell keresni a problémát. Az Aquaman 2 sem fog már nagyot menni, ha bár a karácsonyi időszak segít majd rajta, a kék bogarat meg inkább hagyjuk. De miért állt földbe az a világ, amely olyan ikonokat mozgatott, mint Superman, Batman vagy Wonder Woman? Egyrészt már az elején fordítva ülték meg a lovat. Épp hogy felcsapták az univerzumot, már is össznépi filmmel jöttek, ami ráadásul kreatív összetűzések, kirúgások és pocsék félkész forgatókönyvek miatt nem is sült el túl jól. Aztán jött a kapkodós újrahangolás, legyen könnyedebb, legyen lazább, legyen sokszínű. Legyen olyan, mint a Marvel, lehetőleg még tegnap. Eleinte jöttek is a számok, a Wonder Woman hatalmas siker lett, az Aquaman még nagyobb és még a kevesek által ismert Shazam is szépen muzsikált, de ezek a filmek már elkezdtek széthúzni, szétszakítani az univerzumokat, mivel alig vettek tudomást egymásról. Siker ide vagy oda, a Warner már ekkor megágyazott a DCU bukásának. A széthúzás hibáját egyébként az MCU is elkövette a negyedik fázisban, de Warner még messzebb ment a filmes univerzuma aláaknázásában. Egyrészt a DCU-val párhuzamosan még két képregényes realitást is útjára indított, a Joaquin Phoenix nevével filmjezett Jokert, aminek hamarosan jön a második része, valamint a Matt Reeves vezényletében és Robert Pattinson főszereplésével készült Batman-t, aminek a folytatása szintén megkapta a zöld utat, a pingvines spin-off sorozatról nem is beszélve. Ha hozzáveszük azt, hogy a Flashben két Batman is van, akkor kimondható, hogy a Warner filmjében jelenleg 4 Bruce Wayne is aktív. Ki az, aki ebben ne zavarodna bele? És ha már a zavarnál tartunk, nem elég, hogy James Gunn öngyilkos osztaga ugyanazon a címen jött ki, mint az antihősökből álló csapatnak a nézők által kedvelt, ám a kritikusok körében közutálatnak örvendő 2016-os változata, de minden magyarázat nélkül szervezte újra azt, anélkül, hogy tudomást venne az első filmről. A ráncok csak vastagabbak lettek a nézők homlokán, akik alapvetően szórakozni járnak a moziba, nem pedig azt kérdezgetni, hogy akkor most mi van. Igen, a számok azt mutatják, hogy a DCU-nak mennie kell, hisz többé-kevésbé már halott is, de tényleg mindennel együtt kukázni kell, mint ahogy azt minden bizonnyal meg is fogják tenni. A nézők és a rajongók bírták Henry Cavillt, bírták Jason Momoát és bírták Gal Gadotot is, sőt még Ben Affleck Bruce Wayne-jének is van fanbázisa, még ha nem is olyan vaskos, mint Christian Bale-é. Maradhattak-e volna ők erre az új DC univerzumra, amit James Gunn és Peter Safran az újonnan megalakult DC Studios két feje gyenget majd? Ha az ember univerzumban utazik, akkor nem. Nem lehet hirtelen más néven nevezni, másod csomagolni egy haldokló filmes univerzumot, melynek ugyanazok a szereplői, mert a nézők szemében ez nem hoz változást, nem fognak kérni belőle. Ha új világot akarsz létrehozni, azt új szereplőkkel kell benépesítened. Látszik, hogy a Flash-sel akartak csavarni egyet ravaszul a dolgon. Létrehozni egy alternatív világot, melyben bizonyos alkotóelemeket le lehet cserélni, például egy nem annyira népszerű Batman egy másikra, másokat pedig megtartani, például Flash-t. Igen ám, de a villámból végül nem lett sarokpont, csak egy újabb szégyenfolt. Hiába magasztalta egekben mindenki, David Zaslavtól kezdve Gunnonál Stephen Kingig. Az előzetes felszopkodás ellenére a bukást már a vezetők is sejthették, ugyanis ahelyett, hogy erre a filmre építették volna a jövőt, inkább új világot kezdtek el építeni helyette. Új filmekkel, új szereplőkkel, új mindennel. Talán itt követte el a legnagyobb hibát a Warner, hogy továbbra is univerzumban gondolkodnak. Mondhatták volna azt, hogy oké, nyeljük le a békát, ez az univerzum építősdi nekünk nem megy.
Bizonyos karaktereket el kell engednünk, ellenben vannak jó figuráink, akiket remek színészek formálnak meg. A legfontosabb három ráadásul fedhetetlen és népszerű. Mi lenne, ha rámennénk az Aquaman 2-re, a Wonder Woman 3-ra és az Acélember 2-re? Hát nem. Ebből a háromból csak egy fog megvalósulni, és a DCU rossz futása miatt már az sem indul jó esélyekkel. Hogy a rajongók szemében most mit jelent James Gunn személye, az a bevételek szempontjából nem annyira fontos, de azért jelzésértékű. Sokan azt nem bocsátották meg neki, hogy otthagyta a Marvelt, mások meg az egyszerre infantilis és szókimondó humorát nem értékelték, azt, ami az öngyilkos osztagot cibálta meg a leginkább, és pont ez utóbbi miatt aggódnak a leginkább azért, hogy ő vette át a DC irányítását. Ennél nagyobb probléma az, hogy sem ő, sem a DC Studios mögött áll a Warner Bros. Discovery nem tanult a trendekből. Hiába hangoztatják azt, hogy David Zaslav teljes kreatív kontrollt adott Gunnnak, Safrannek és a DC Studiosnak, azért vannak itt sorminták, amik mellett nehéz elmenni. Zaslav kijelentette, hogy ő a franchise-okban hisz. Azokat akarja nyomni, és egy sokfilmes univerzum tulajdonképpen nem más, mint egy franchise, ami nem csak vertikálisan terjeszkedik, de horizontálisan is. Szóval Gunn januárban bejelentett egy új univerzumot, egy minden eddiginél nagyobbat, aminek már az első felvonása 10 filmből, illetve sorozatból áll majd. Filmek és sorozatok, melyek összefüggnek. A Warner ismét a Marvel receptjét másolja, pedig elég gyanús, hogy ez utóbbi már kezd lejönni erről, miután az MCU negyedik fázisának inkább ártott, mint segített az, hogy két különböző médiumon terjeszkedett. Egyáltalán nem meglepő, hogy a Disney Plus jobban szétszórja majd a sorozatait, és van, amit az eddigiekkel ellentétben egyben nyomnak ki, hogy minél előbb megszabaduljanak tőle. A streaming lufi kipukkadni látszik, pontosabban nem olyan nagy dolog, mint aminek tűnt, az emberek nem rohannak hanyathomlok azért előfizetni a Disney Plusra, hogy ott lássák tovább bonyolódni a Marvel moziverzum történéseit. Jó, persze a Marvel sorozatok nézettek, cserébe viszont jó drágák, a trendek nem azt mutatják, hogy gazdaságosak. Szóval mondhatni, hogy a Warner ezzel a projekttel már most elkés. Látszik. Ráadásul Gunn azt a célt tűzte ki maga elé, hogy olyan jól ismert hősök, mint például Batman, Superman vagy a Zöld Lámpás mellett olyan obskurus figurákat, illetve csapatokat is bevessen, mint a The Authority, a Creature Commandos vagy Booster Gold. Ez utóbbiak eleve hátránnyal indulnak a nézők kegyeiért. Persze annó a Galaxis őrzői is ilyen brigád volt, de ne felejtsük el, hogy ők nem a Covid által újraírt piacon, még a szuperhős filmek felfutása közben léptek fel a porondra egy olyan brand részeként, amit szinte egyöntetően pozitív hozzáállás övezett. És nem elég, hogy Gunn és Safran filmeket és sorozatokat akar egy kalap alá venni, de még játékokat is, ami aztán tényleg egy egészen más világ. A legnagyobb gond mégis az, hogy miközben Robert Pattinson Batmanje itt motorozik, Joaquin Phoenix Jokerje amott táncolgat, továbbá még Kevin és Affleck emléke is élesen él bennünk, meg kell ismernünk, el kell fogadnunk, mi több, lelkesednünk kell egy újabb Clark Kent és Bruce Wayne iránt. Ezt elérni lesz a legnehezebb feladat. De ki tudja, talán ehhez elég lesz szimplán csak jó filmeket és sorozatokat gyártani. Sokszor ez a kulcsa a sikernek. Ti hogy látjátok a DC jövőjét és James Gunn esélyeit a DCU-val? Írjátok meg a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok!